indult Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával. Nagy tisztelettel köszönjük mindenkit a mai közbenhallgatáson. Az elmúlt évekhez hasonlóan igyekszem nagy vonalakban bemutatni az elmúlt évben végrehajtott feladatainkat, és szeretnék beszélni az idei terveinkről, feladatainkról. Kicsit eltérnék a hagyományoktól, és a diák közt kiszünetet fogunk tartani, nem szünetet, de lehetőséget adok arra, hogy bárki észrevételt jelezze, kérdését feltegye. Elég sokrétű a tájékoztató, nem biztos, hogyha 25 dián végig megyünk, tehát mindenki emlékszik arra, amit mondani szeretett volna. Tehát először a polgármesteri hivatal tevékenységéről szeretnék beszélni. Az elmúlt év tekintetében nagy változás nem történt a hivatal életében, bár hogyha kicsit távolabb tekintünk vissza, tehát több dolgozónk elment, három dolgozónk is eltávozott, ketten nyugdíjba, egyik kollégánk az iskolához ment át, de úgy gondolom az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkájában ez fennakadást nem okozott. Annak ellenére, hogy egyre nagyobb adminisztrációs teher hárul a kollégákra, az új rendszerek, központi rendszerek bevezetésével, úgy gondolom, hogy sikerült a kihívásoknak megfelelni. Azért külön köszönet illeti a munkatársakat, tehát hogy ezen személyi változások ellenére is megfeleltek a kihívásoknak. Munkaidőt és az ügyfélfogadási idejét, jobban mondva az ügyfélfogadási idejét tekintet nélkül, tehát bárkinek észrevétele, kérdése van a hivatal dolgozóihoz, mindig rendelkezésre állt a kollégáink. Intézményeinket tekintve az önkormányzat ugye eléggé szűken áll intézmények tekintetében, iskolánk, óvodánk egyházi fenntartásba került. Egy évek óta, sőt lehet mondani évtizedek óta probléma csökkenő gyereklétszám. Ez országos probléma, talán a legújabb kormányzati intézkedések bevezetése ezen a problémán talán egy kicsit javítani fog. Bízunk benne, hogy Lajos Komáromban is ez a csökkenő gyereklétszám egyszer meg fog állni. Ugye az elmúlt év szeptemberében átadtuk a katolikus egyháznak az általános iskolánkat, az iskola mellett a tornatermet és az étkezőt is átadtuk, bízunk benne, hogy egy jelentős előrelépés lesz a falu életében. Az egyháznak jóval nagyobb mozgástere van az iskola fenntartásában, félmegyei egyházkerülethez került az iskolánk, és még mondjuk a Kliknél több száz iskola tartozott a félmegyei Klikhez, az egyházkerületben alig egy tucat iskola tartozik hozzájuk. Tehát sokkal nagyobb figyelmet tudnak fordítani a fenntartók az iskolára, és jóval nagyobbak a lehetőségek. Nem is beszélve azon háttérről, amit biztosítani tud az egyház ezer éves múltjával. Bízunk benne, tehát hogy ez minőségben, mind szellemi, mind fizikai létében meg fog mutatkozni. Jóvodán tekintetében változás nem történt, ugyanúgy az evangélikus egyház működteti a óvodát. Az óvoda esetében beszélhetünk jelentős önkormányzati támogatásról, testületi választások előtt ugye felmerült ez a kérdés, hogy miért teszünk különbséget az óvoda és az iskola között, mármint támogatás tekintetében. Ugye az óvodának nyújt az önkormányzat egy jelentősebb anyagi támogatást.
Tehát ez alapból ugye az óvoda fenntartása, az kötelező önkormányzati feladat, az iskola fenntartása kikerült az önkormányzatok kezéből, és ugye 2012-ben, amikor az evangélikus egyházzal megkötöttük a szerződést az óvoda átadásáról, teljesen más pénzügyi lehetőségek és pénzügyi feltételek voltak az intézmény működtetésében. Ugye ez abból ered, mind a mellett az iskolát és lehetőségeinkhez erőnkhöz mérten támogatjuk. Ami változás lehet, nem is az óvoda közvetlen életében, de ugye 40, abban az esetben, hogy egy településen 46 év alatt, 40 főt eléri a 6 év alatti gyermeket létszáma, akkor az önkormányzatoknak hamarosan kötelező lesz a bölcsődei ellátás biztosítása. Mi ebben már jelentősen előreléptünk, megvásároltuk az óvoda melletti területet, egy pályázatot is benyújtottunk bölcsőde építésére, 150 millió forint értékben, erről majd fogok kicsit később beszélni, és amennyiben az a bölcsőde megépítésre kerül, ugye az óvoda mellett lesz, célszerű lenne az óvoda működésével összevonni, mivel ez egy kisebb bölcsőde lenne, a személyi feltételek biztosítása tekintetében ez mindenképpen előnyös lenne. Szociális feladatok területén a gyermekjólét és családsegítő szolgálatot továbbra is az evangélikus egyház biztosítja, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az enyingi mikrokörzeti társulás keretében látjuk el. És hát a települési támogatási rendszerben az elmúlt évekhez hasonlóan erőnkhöz mérten támogatjuk a rászorulókat. Itt talán örömhírként lehet elmondani, hogy egyre kisebb az az összeg, melyet az önkormányzat a rászorulóknak biztosít. Az abból szempontból örömteli, hogy el lehet mondani, hogy egyre kevesebb a rászoruló. Olyan szempontból, tehát hogyha a meghatározott paramétereket vesszük figyelembe, tehát itt a rászorulóknak a szociális rendeletekben meg van határozó, hogy kit tekintünk rászorulónak, kinek adhatunk, milyen segélyeket. Hát az elmúlt években egyre többen tudtak elhelyezkedni a piacon. Csak egy számot szeretnék mondani, mondjuk 2013-14 körül 130 közmunkásunk volt, az elmúlt évben nem tudtuk a 15 fős létszámot kitölteni közmunkásból. Tehát olyan emberek is elhelyezkedtek, akik hosszú-hosszú évek óta nem dolgoztak a piacon, és ez mindenképpen örömteli hír. Számokat is szeretnék mutatni. A szociális segélyek tekintetében. Tehát itt, ami jelentősebb mérték, talán a szociális tűzifa, 103 erdei köbmétert osztottunk ki a rászorultak között, és a települési lakásfenntartási támogatás. Tehát ez volt egy kicsit nagyobb összeg település méretéhez képest. Nem tudom, hogy az eddig elhangzottakkal kapcsolatosan bárkinek észrevétele, kérdése. Nincs, akkor mennék tovább. Egy jóval kényesebb területre érkezünk rögtön. Egészségügy. Az alapellátás, egészségügyi alapellátás önkormányzati feladat, és ennek is az egyik, az elmúlt évtizedekben az egyik legstabilabb lába a házi orvosi alapellátás, finoman szólva sérült. Ezt kell, hogy mondjam, hogy a négy évtized után doktornő nyugdíjba vonult, bízott benne, hogy a megérdemelt nyugdíjas éveit töltheti. Tavaly évben szerződést kötöttünk helyettesítésre Dr. Hatem házi orvos úrral. Ezt a szerződést január 31-én felmondtuk. Hát számos lakossági panasz,
bejelentés érkezett. Ugye nagyon jól működő rendszer. Hát azért nem mondom, hogy megbomlott, mert ugye nagyon jó kialakított háziorvosi praxisba küld be a doktor úr, és szerencse a szerencsétlenségben, hogy a személyzet a helyén maradt, mind a hárman. Hát itt szeretném megköszönni mind hármuknak az egész éves munkájukat. Egész évben úgy gondolom, hogy nagyon sokszor hát, hogy mondjam, hogy még doktor urat se bántsam, de azt kell, hogy mondjam, tehát többször úgy tűnt kívülről, hogy a lányok rendelnek. Legalábbis többen ezzel jöttek hozzánk. Biztos, hogy ez történt, de tehát ilyen szóbeszéd azért elhangzott. Minden mellett köszönet a munkájukért. Ezen a területen mindenképpen lépnünk kell az évben. Tárgyalásban vagyunk. Lehetséges háziorvosa van a önbemutatkozó testületnek. Nem egyszerű, nagyon nem egyszerű a feladat, az országban több száz üres, betöltetlen háziorvosi praxis van. Tegnap elmondtam, éppen olvastam, nagyobb városokban, nevezetesen egy Szombathelyről olvastam, tehát a háziorvosoknak az önkormányzat életpályamodellt vezet be. De nagyobb városok megtehetik, az életpályamodellnek is legfontosabb eleme a plusz finanszírozás. Ugye egy nagyobb város, mondjuk Szombathelyre sorolhatnám, Székesfehérvár és társai, tehát megengedhetik, hogy a háziorvosoknak a praxis finanszírozáson túl juttatásokat biztosítsanak, tehát kisebb településeken, a mi esetünkben is ez nagyon-nagyon nehézkes. Tehát csak helyi bevételekből, helyi adókból tudjuk ezt biztosítani, adókat évek óta nem emelünk, és nem is szándékozunk. Védőnői szolgálatunk, hála Istennek, biztos kezekben van, színvonalassa, maga színvonalon látja elvégzőnünk a feladatát. Fogászat és gyógyszertár ellátásának területén változás nem történt. Itt is a magas színvonalú ellátás, úgy gondolom, hogy hosszú évekre biztosított. Köszönet az itt dolgozóknak is. Az egészségügyi alapellátáson felül Lajos Komárom önkormányzata működteti az egészségfejlesztési irodát. Legfőbb célja az egészségben eltöltött évek meghosszabbítása. Már több mint 5 éve dolgoznak a településen. Egyre színesebb programjaik vannak. Bízom benne, hogy minél többen igénybe veszik az iroda szolgáltatásait. Bízom benne, hogy az iroda is egyre nyitottabb lesz a lakosság felé, és tovább tudja színesíteni a programjaikat. Ügyeleti rendszer ellátásában nagy változás nem történt, külső vállalkozással biztosítjuk enyéngről. Még mindig napirenden van, hogy az ellátási területet kibővítjük. Ennek több oka van, financiális. Az önkormányzat éves szinten több mint 4 millió forintot fizet az ügyelet biztosítására, és egyre nehezebben tudják az ügyeletet orvosokkal feltölteni. Hát óriási nagy probléma, több esetben az ügyelet ellátásánál, most nem tudom, hogy ez ennyien előfordul, de már mentőtiszt látja el az ügyeleti feladatokat. Egyszerűen nem találnak orvosokat, tehát akik vállalják. Tavaly előtt, év végén egy állat emeltek az ügyeleti szolgálatnál, és a vállalkozás vezetője panaszkodott az önkormányzatnak, eljött a testületi ülés, és mondta, hogy milyen óriási nagy teher számukra az orvos biztosítása. Számok hangzottak el, hogy mekkora óradíjban dolgoznak, sőt, aláírt szerződéseket sokszor nem tartanak be az orvosok. Tehát ez hosszú távon, gondolom,
kihívás lesz az önkormányzat számára is. Ellátási rendszer működni tudjon. Ismét lehetőséget adok, hogy az egészségügyi alapellátással kapcsolatosan bárkinek észrevétele, javaslata, kérdése. Én úgy gondolom, az elmúlt évben talán ez volt a legkényesebb terület, és az önkormányzat igyekezett mindent megtenni. Nagyon sok mindent felajánlottunk a doktor úrnak. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy az önkormányzat lehet, hogy túlzottan is sokat felajánlott a doktor úrnak, ennek ellenére az ellátás színvonala, hát az olyan volt, amilyennel találkoztam. Sajnáljuk, de nagyon, nagyon nagy kihívás házi orvost találni majd a kis településen. Parancsolj. Én szeretném megköszönni a doktor úrnak a hozzáállását, hogy itt helyettesítésben megoldja ezt a problémát, és ezt mondják, nagyon különböző az orvosság. Köszönjük szépen, tehát mi is ezt számtalanszor megtettük, ismételten megköszönjük. Ugye doktornő már talán 5 éve jelezte felénk, hogy ő szeretne nyugdíjba vonulni, tehát 5 évvel ezelőtt is már bőségesen rászolgált a nyugdíjra. Tehát ő eredetileg nekünk, hogy elmondta, 70 éves koráig tervezte, hogy dolgozni fog, de a 73 volt az a szám, amikor azt mondta, hogy nyugdíjba vonulna. Nem illik korról beszélni hölgyek esetében, de csak érzékeltetni szeretném, tehát, hogy milyen áldozatokat hozott a doktornő, és ennek ellenére ismételten elvállalta a helyettesítést. Beteg létszámon látszik, hogy óriási változás történt. Tehát, ugye, négy évtizedig, amíg egy ilyen biztos rendszerben működött a házi orvosi szolgálat, tehát addig a lakosság nem feltétlenül érzékelte. Tehát jött egy változás, hát nagyon-nagyon negatív irányban változott a házi orvosi szolgálat, már ami az orvosi ellátást illeti, és ugye visszajött a doktornő, mondta, hogy helyreállt a rend. Hát bízunk benne, hogy sikerül ebben az évben megnyugtatóan rendezni ezt a kérdést. Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata lesz. Közművelődés, tájékoztatás rendezvények tekintetében ugye könyvtárunk össze lehet mosni talán a Utas Kulturális Egyesülettel működteti a Utashír, a Falu TV-t kiadják, a Utashírmondót minden háztartást bejuttatjuk. Ugye digitális jóléti pontnak is nevezhetjük. Teleházként is működik, tehát multifunkcionális. Magas színvonalon dolgoznak munkatársai, rendezvényeinkben maximálisan részt vesznek. És úgy gondolom, hogy a színvonalon sem panaszkodhatunk. A rendezvények mellett érdemes megemlíteni, hogy a juniális, a sporttábort, és a pincefesztivált, egyik rendezvényünket igyekezünk támogatni. Anyagi támogatás tekintetében ugye az Ifjúsági Egyesület egy pályázat keretében tudja jelentősebben támogatni a sporttábort, ez éves szinten 2 millió forintot jelent. Ez mellett nagy figyelmet szentelünk a testvértelepülési programokra. Az elmúlt évben ünnepeltük Zselkel a 10 éves kapcsolatfelvételt. 14-15 gyereket táboroztattunk Zselyköről. Ez mindenképpen a település méretéhez viszonyítva egy nagyon szép szám. Köszönet minden résztvevőnek és támogatónak.
kapcsolataink az egyházakkal, különböző felekezetekkel kiegyensúlyozott, és településünk életében el lehet mondani, hogy nagyon jelentős a társadalmi szerepvállalásuk, már említettem, kiskola, óvoda, családsegítő, gyermekjóléti szolgált ellátása, és ugye az Agape szeretett otthon működtetése. Tehát ilyen méretű településen gondolom, hogy ez hát ugyan példa nélküli. Bízunk benne, hogy ez a jövőben is így marad, és ahol tudjuk, támogatjuk őket, és igyekszünk a jó kapcsolatok ápolására. Civil szervezeteink, hát ugye ez egy színfolt a település életében. 20 civil szervezetünk van. Sajnálatos módon a tavalyi évben civil szervezetünk, egy igen aktív civil szervezetünk megszűnt a történelmi kör, de többi egyesületünk él és virul. Pályáznak és végzik a dolgukat. Egyik legaktívabb civil szervezetünk, akiknek a legnagyobb köszönettel tartozunk, úgy gondolom, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Tavalyi évben már több mint 5000 óra ügyeletet vállaltak. Ugye több éve már önálló beavatkozó egyesületként szerepelnek. Ezek a fiatal emberek, minden évben szoktam mondani, mindenféle juttatás nélkül, szabad idejükben biztosítják a település biztonságát, katasztrófelhárítását. Lajos Komárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Felsőnyék, Fehérvárosban vagyunk, tehát 30 percen belül hozzánk nem ér ki hivatásos segítség. Tehát mind Sárbogár, mind Siófok tekintetében kívülesünk ezen a körön. De nyugodtan mondhatom, hogy az elmúlt 10 évben nem volt olyan riasztás, ahol az önkéntes tűzoltóink ne vonultak volna fel, és ne léptek volna fel hatékonyan a közvetlen kár elhárításában. Most, hogy önálló beavatkozók lettek, most már, ahogy a nevükben is benne van, hivatásos állomány nélkül is tevékenykedhetnek, és meg is tüntethetik a kárt. Eszközparkjukat folyamatosan fejlesztik, ugye épületüket felújítottuk, tehát kulturált körülmények között egészen elfogadható eszközparkkal működnek. Még egyszer köszönet munkájukért, és bízom benne, hogy munkájukat a jövőben is folytatni fogják. Másik egyesület, civil szervezet, a sportegyesület, ahol nagyon komoly előrelépések voltak az elmúlt években, itt a társasági adó felajánlásnak köszönhetően, mi az elmúlt években, amikor lehetőség volt rá, éltünk a felajánlásokkal, sőt, magunk kerestük, kértük, az egész komplexumunkat felújítottuk, bővítettük, és a 21. század követelményeknek megfelelően építettük át. Hát most már csak mondom, a játékosokon múlik, a fiatalokon múlik, hogy mennyire használjuk ki. A helyszínt biztosítjuk, bízunk benne, hogy minél többen felkeresik a létesítményt és használni fogják vágyik egészségükre. Egyebek tekintetében, ugye az elmúlt évben annak ellenére, hogy a háziorvosi feladatok ellátásában változás történt, tehát a labort és a fizikoterápiát az önkormányzat tovább működtette, egy kis buszunkkal a helyi szállításokat továbbra is biztosítottuk.
helyi tekintetében változás nem történt, adót nem emeltünk, új adót nem vezettünk be, és ugye az elmúlt évben egyebek tekintetében ugye októberben önkormányzati választás volt. Ugye választások előtt szoktunk tartani egy fórumot. A tavalyi fórumon is felmerült, hogy a transzparenciával problémák lehetnek az önkormányzat esetében, lakossági tájékoztatás egy pár képviselőjelölt szerint nem volt megfelelő. Ennek érdekében az elmúlt évben úgy határoztunk, hogy kibővítjük a képviselőtestület bizottságait, mind a szociális, mind a pénzügyi bizottság két-két taggal bővült, és hogy a demokrácia követelményeinek is megfeleljünk. Tehát először a választáson kialakult sorrendet vettük figyelembe, és a be nem jutott képviselőket a sorrend alapján kértük fel. Mindenki vállalta. Tehát az első be nem jutó, második, harmadik és a negyedik be nem jutó képviselőjelölt is vállalta, hogy külső bizottsági tagként segíti a szociális és a pénzügyi bizottság működését. Kérdezem, hogy az eddig elhangzottakkal kapcsolatosan bárkinek kérdése, észrevétele, javaslata. Akkor kicsit gyakorlatilasabb szemmel jobban látható dolgokra térnék át. Közfoglalkoztatás. Tavaly évben ismét jelentősen csökkent a közfoglalkoztatottak száma. 2018-ban 45 fős kerettel indultunk neki a közfoglalkoztatási programnak, tavaly évben már csak 15 fővel. És elmondhatom, hogy a mai nap is ott tartunk, hogy a 15 fős keretet nem tudjuk feltölteni. Nem azt jelenti, hogy ne lenne még esetlegesen munkanélküli a településen, de olyan már nincs, aki vállalna is munkát. Jelenleg 12-en vannak, ha nem tévedek. 17 millió forintos kerettel indultunk a közmunkaprogramnak, ebből 6 millió forintot már saját magunknak kellett biztosítani. De leginkább járdát építettük át az elmúlt évben. Bogárdi utca két oldalán építettük a járdát. Egyik leghosszabb járdaépítési programunk volt, de hát a Bogárdi utca talán a leghosszabb a faluban. Ez is indokolta, és mind a két oldalon építettük a járdát. Több mint 2 kilométert építettünk az elmúlt évben. Ezen kívül volt egy nem túl nagy méretű, de évek óta ismétlődő programunk. Ugye nyáron 3 főközépiskolást tudtunk foglalkoztatni napi 4 órában, egy-egy hónapon keresztül. És akkor rátérnénk a kézzelfogható látható fejlesztésekre. A közmunkaprogram keretében biztosítottuk a munkaerőt, az anyagokat az önkormányzat vette a Bogárdi utcában a várbeépítéshez. Mind a két oldalán, a jobb oldalán a Malom középpályában egészen a falutábláig építettük meg a járdát. Ami egy másik elhúzódó és nagy projektje volt a az önkormányzatnak. Itt már a saját KFT-nket is igénybe vettük. 2 szolgálati lakást alakítottunk ki, a fogászat és a gyógyszertár épület emeletén. Szolgálati lakások épp a héten készültek el. Talán a héten be is költöznek az új lakók. 2 színvonalas épületet, lakást alakítottunk ki, falunk fiataljai számára. Bízunk benne, hogy jövőben
fiatalok, akik igénybe veszik, itt maradnak a településünkön, és hát település épülését fogják szolgálni. Ezen kívül több építési munkálatban részt vettünk a településfejlesztő Kft.-nkkel. Jelentős társadalmi szerepvállalás is volt ezekben a munkákban. A legnagyobb volumenű munkánk a református parókia felújítása volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem teljes mértékben piaci alapon építettük, újítottuk fel. Az óvoda térkövezését is, jobban az óvodánál egy kisebb placot építettünk, térköveztünk le. Az alap szeretett otthonában a parkolót építettük meg. És hát ebben telt az elmúlt évünk. Tehát ahogy mondtam, azért jelentős létszám csökkenéssel mentünk keresztül. 45 fővel szemben tavaly évben már csak 11 néhány közmunkásunk volt. Kft.-ben ten dolgoztak. Ehhez a létszámhoz képest mértenül gondolom, hogy elismerésre méltó az elmúlt évben végzett feladat. Mindig szembesíteni szoktam magunkat az ígéretekkel és az ígéretek betartásával. Ezt most se teszem másként. Ugye az elmúlt évben ígéretet tettünk rá, hogy végrehajtjuk a következő pályázaton elnyert projekteket megvalósítjuk, pályázati projekteket. Az EFOP humán kapacitások fejlesztése 22 milliót nyert az önkormányzatunk, ezt több évre elosztva kell érteni ezt a 22 millió forintot, leginkább iskolóvoda pedagógusok képzésére, továbbképzésére, gyerekek fejlesztésére lehet ezeket az összegeket felhasználni. Hát ez halad a maga útján. Ami az elmúlt évben egy jelentősebb, sőt a legjelentősebb eredményünk volt, a helyi piacra nyert az önkormányzat nettó 50 millió forintot. Az önkormányzat ezen kívül 25 millió forint önrésszel kíván hozzájárulni ehhez az építéshez. Posta melletti téren fogjuk kialakítani a helyi piacot, jelenleg a közbeszerzés zajlik. Tehát ezek a projektek mindenképpen sikeresek. Bízunk benne, hogy ez a nagy szabású projektünk, tehát a piac építése, az idei évben megkezdődik, tavasszal elindul a kivitelező kiválasztása, és hogyha szerencsénk van, akkor tavasz végén az építkezés is megkezdődik. Tavaly évben már érvényes pályázatunk volt a művelődési ház felújítására 50 millió forint értékben. Ez a pályázatunk elbukott, de tavaly augusztusban rögtön váltunk egy másik pályázatot, szintén a művelődési ház felújítására. Ez 40 milliós összeg, tehát nagy változás nincs benne, várjuk az eredményt. Középbogárdon közösségi terem felújítására 3 vagy 4 éve adtunk be pályázatot 20 millió forint értékben, várólistán vagyunk. Az iskolakonyha felújítására beadott pályázatunk 33 millió forint értékben nem nyert támogatást, ezt nagyon sajnáljuk. Szintén elutasították a tavalyi évben az átkerti infrastruktúra fejlesztésére beadott pályázatunkat. Ez a pályázat a keleti és nyugati sor összekötését hivatott biztosítani, de itt is van egy örömteli hírem, tehát ismételten beadtuk ezt a pályázatot, és a tavalyi év végén ezt a pályázatot támogatták, és már a pénzt is átutalták, tehát az idei évben ezt a fejlesztést mindenképpen végre fogjuk hajtani.
akkor az idei feladataink, fejlesztéseink, már említett pályázatok, tehát folytatódik a humán kapacitás fejlesztése, helyi identitás, hát ezt ez alatt érteni kell rendezvénytámogatás, tehát itt valószínűleg a Pincefesztivál fogjuk támogatni, helyi piac kialakítása, ez a legnagyobb pályázatunk, amit végre kell hajtanunk. Az Árkert infrastruktúra, tehát elnyertünk 10 millió forintot, keleti sor, nyugati sor összekötő út megépítése. Ezt tavasszal szeretnénk megvalósítani. Útépítésre nyertünk 15 millió forintot, Közép-Bogárdon az összekötő utat fogjuk felújítani, sportpályán a levezető, tehát egy ilyen 100 méter út hiányzik a sportpályáig, azt fogjuk megépíteni, meg ott azt a kis fordulót. Kátyúzás, leginkább a Varsányi közben szorul felújításra az út, ezt fogjuk megoldani. És ugye a Széchenyi utcai bejárót, amennyiben kikötik a, tehát az E.ON kiköti a villanyt, hogy ez két épület, két lakásból, ez az épület, az egyikről lekötötte a villanyt, másikról még nem. Február 25-ére ígérték, tehát utána ledöntjük az épületet és az utcát, kiszélesítjük, kiegyenesítjük. És ezen kívül járdaépítési programunkat folytatjuk, az Enyingi utcát, Enyingi utca jobb oldalán fogunk járdát építeni. Pályázati forrásból már megvettük a térkövet, szegélykövet, és közmunkaprogram keretében fogjuk megépíteni. Hát fejlesztések tekintetében ezek a legfontosabb lépéseink. Hát itt Sárgával az elbírálásra váró pályázatok. Itt van két elem, amiről már beszéltem, tehát a Műveledési Ház felújítása pályázatunk elbírálása vár, közösségi terem felújítása elbírálása vár. Bölcsőde építése, ezt tavaly augusztus végén adtuk be ezt a pályázatot, 150 millió forint, mai nap országgyűlési képviselő úrral beszéltem, és ő azt mondta, hogy jó helyen van a pályázatunk, tehát támogató döntésre vár. Ő nagyon bízik benne velünk egyetemben, hogy ezt a pályázatot támogatni fogják. Majdnem egyeztettünk, van egy újabb pályázati lehetőség napelemes rendszerek kiépítésére. Önkormányzati ingatlanokon szeretnénk napelemes rendszereket telepíteni. Fogászat gyógyszertár épülete, tűzoltószertár, önkormányzat, mozi és a sportpálya lenne az, ahova napelemes rendszereket szeretnénk telepíteni. Bízunk benne, hogy ez is egy pozitív projekt lesz. A közmunkaprogramunk van ismét csökkenés lesz, 10 fővel támogatják, úgy néz ki, bár lehet, hogy az elején még lehet 15 fő, elbírálásra vár, 10 fő úgy néz ki, hogy mindenképpen jöhet le. Ha szerencsék van, akkor egy darabig 15 fővel indulhat a közmunka. Ebben nagy változás nem lesz, járdát fogunk építeni, energia erdőinket a Józanhegyen, amennyire szükséges karban tartjuk. Hát most egy nagyobb tisztítási munkában vagyunk a Békatónál, az erdőt próbáljuk egy kicsit átláthatóbbá tenni. Komoly munka, de úgy gondolom, hogy megéri a fáradtságot. Nagyon szép az erdő és az egész terület, már azért hozzátartozik masszív fájdalmam, hogy a telepített táblák jelentős részét már komolyan megrongálták. Hát remélem, hogy ez a jövőben csökkenni fog. Megrongált táblákat kicseréljük, de szépen azért látszik, hogy szépen szisztematikusan rongálják ezeket a táblákat.
nem egyszerre, tehát nem arról van szó, hogy valaki egyszerre a 15-16 táblából 7-8-at, hanem úgy egyenként. Tehát hogy fél évente egyet-egyet azért összetörnek. Ezeket kicseréljük, javítani fogjuk, bízom benne, hogy azért ez a tendencia, ez meg fog állni. Fejlesztéseink tekintetében én ennyit kívántam elmondani, és a végén én meg szoktam köszönni támogatóink önzetlen segítségét, közmunkásaink értékteremtő munkáját, munkatársainknak megfeszített munkáját, testület támogatását, lakosaink türelmét. De nagyon sok olyan munkát végzünk, ahol bizony az ott lakókat zavarjuk. Nem jó szándékunkból, fejlesztések esetében bizony kényelmetlenséget is el kell viselni. És a végén ugye az Enyhén Geográd Zrt-nek megszoktuk köszönni Sári Puszta rendbetartását. Hát ez egy jelentős terhet vesz le az önkormányzat válláról. És nagyon-nagyon jó színvonalon tartják karban, rendben Sári Pusztát, tehát öröm kimenni. Bízom benne, hogy az ő jövőben is így lesz. Én ennyit szerettem volna elmondani. Bárki részéről, hogyha kérdés, észrevétel, az egész beszámolóval kapcsolatosan hozzám, képviselőkhöz kérdése bárkinek, szabad a pályát. Tessék! Én szomorúan látom, hogy kevesebb lesz a közmunkás, mert én úgy látom, hogy nagyon romlott a falu tisztasági helyzete. Tele vagyunk csikkek, eldobált, italos dobozokkal, szemekkel, papír zsebkendővel. Nagyon szeretném, ha úgy néznek ki, mint Sárpuszta. Ezt valamiképpen meg kell oldani, hogy nem lehet közmunkásokkal másik, mert itt a busz megálló környéken, a falu központban, hát a sablopályjában a csikkelben. Ezt szeretném, ha valami megoldást találnátok. Hát alapból ugye közmunkás, tehát hány közmunkásunk lesz, tehát nem mi fogjuk meghatározni, a kérdésünket benyújtottuk. Ugye leginkább most azt mondom, hogy asszonyok szoktak szemetet szedni, takarítani a faluban, tehát nagyon szűk a merítési lehetőség. Egyrészt örülni kell neki, mert az emberek döntő része el tudott helyezkedni. Hát az elmúlt évben 3 asszonyunk volt. Éves tekintetben egy biztos, hogy betegszabadságon volt. Tehát általában 2, hogyha napi szinten 2 elérhetőek voltak, akkor szerencsések voltak. Ennyit tudtunk velük tenni. Bízunk benne, hogy egy kicsit javulni fog a jövőjét. Ebben az évben. Igen. A doktornak a hozzászállása, annyit szeretném mondani, hogy itt nem elsősorban nem a közhaszt vagy akárkinek lenne a dolga, hogy ezeket összeszedje, hanem azok a kedves nyilván átutazók, nem helyben, akik eldobálják a csikket, vagy a papírzsebkendőt, hogy azok ne dobálják el, esetleg ilyen buszmegállóban valamilyen kis, akár ilyen vicces táblát kitenni, hogy ne szemettelj, szóval azt kell legállítani, hogy ne dobálják el a kedves lakosok, vagy nyilván átutalók, akik nem csak. Valahogyan nem az a dolgok, hogy mindenkit, amelynek szállsz egyéb össze a csikket. Na, ez csak egy ilyen kis alkalmat. Csak annyit, hogy nem az átutazók. Menjen még az Ozóvagy utcán, arra aztán senki nem utazik, csak aki itt lakik a falban. Nézzem meg, hogy néz ki. És én ehhez szeretnék egy mondatot. Körülbelül 1,5 éve vagy 2 éve volt az, hogy szervezett az Ifjúsági Egyesület, vagy a Kutas Egyesület, nem tudom kicsoda,
egy szemétgyűjtő akciót. Azon a szemétgyűjtő akción első napon a Nordic Walkingos hölgyek a Szedresnél rengeteget összeszedtek. A következő napon az egyesület, tehát akik meghirdették, Zsuzsa, Szilágyi Laci, Zsuzsának a családja, én, meg egy-két ifjúsági, tehát a lájkos fiatal volt ott. Senki nem érezte magáénak ezt a falut. Senki. Tehát még csak azt sem mondom, hogy amikor végigmentünk mondjuk a Rákóczi utcán, vagy akármelyik utcán, hogy ott bárki azt mondta volna, hogy gyerekek, szívesen csatlakozom hozzátok. Senki nem óhajtott szemetet szedni. És nem kellett elám körülbelül két hét, megint végig lehetett volna menni. Szóval katasztrofális, hogy az embereknek a morálja ilyen szempontból mennyire pocsék. És most megint rengeteget össze lehetne nyújtani. Egy kicsit azt gondolom, hogy a lakosoknak a morálján kellene javítani. Aztán például azon is, most ennyi közmunkás van, van 15, nagy nehezen. De nagyon sokan azt várják, hogy hát most mit foglalkozom én az árokkal, majd az önkormányzat összeszedi, vagy kipucolja. Nem egészen így van. Ezelőtt 50 évben, meg 30 éve se pucolta ki az önkormányzat, hanem mindenki vette magának a saját ház előtt a fáradtságot, és kipucolta. Most meg lehet nézni mondjuk az Ozorai utcát, hogy hányan veszik a fáradtságot, mert másikakat is meg lehetne, hányan veszik a fáradtságot, hogy az eltömődött áttereszeit kipucolja, legalább az összellehullott falevelet kiszedje. Senki. Egy-kettő. Én azt gondolom, hogy ezen kellene legelőször javítani. Igen. Én a buszmegállóhoz szeretnék hozzászólni, mert ez én hozzám is tartozik. Az asszonyaim általában minden reggel ezzel kezdenek, hogy a buszmegállókat takarítanak, szigorúan kihallgatnak, kívülve van, amikor valami miatt elmarad. Mindenesetre nagyon sok gond van az ifjú gyerekekkel, iskolásokkal, már többször volt probléma. Rendszeresen járnak a buszmegállóba cigizni, voltak is összetűzéseink, és amikor rájuk szóltam, azt mondtam, hogy hát azért vannak a közmunkások, hogy takarítsanak. Mondtam nekik, nem azért vannak, hogy takarítsanak, csak azért, hogy rend legyen a faluban, de nektek is erre kellene vigyázni, de hiába egyszerűen nem hat rájuk semmi, semmi. És ugyanúgy járnak be, míg ha esetleg el vannak onnan hagyva, akkor járják az Ozora utca végére, végig járják az Ozorai utcát, közben meg eldobálnak mindent, meg dobálják szemetet. Úgyhogy ez egy ilyen valóma. Hát, hogyha nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és további szép estét. Köszönjük.
Sajnos még egére millió vagyok. Tovább nőtt a lakás tüzes száma. Mai napon egy családi ház nyitott kandallója okozott tüzet alsóbegyörösön, miközben a család fiatal tagja a tüzet piszkálta. Nagy tragédia nem történt szerencsére, mert a tűzoltók éppen időben kiérkeztek a helyszínre. A tűzoltó parancsnok elmondása szerint a fiatal korú nem hitt annak a mondásnak, hogy ne piszkáld a tüzet, mert bepiszkálsz. De a mondás igaznak bizonyult, mert a gyermek ilyetében tapasztalt a tüzetet. Parancsnok úr tűzoltás közben vette észre, hogy elromlott a vízlezáró szerep. Így nem tudták a csapot elzárni, sajnos megtelett a lakás minden. A sport híreink következnek, hogy védjük környezetünket és természetünket, ne pazaroljuk a vizet. A buszobajnokság helyszínét rögtön áthelyezték alsóbegyörösre. Kérem, nézzék meg a napi összefoglalókat. Én akkor már.
portré. Mindjárt kezdünk. A forgatási helyszínt a Tropikárium rendezvénytere biztosította. Együttműködő partnerünk a Klum Paprika Holland lakberendezési bolt ért. Minden, amitől lakása otthonná válik. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. A műsor korábbi adásait a starportré.hu oldalon is megnézheti. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Starportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége Boros Lajos. Köszöntelek. Én is. Bemutatlak, jó? Légy szíves, akkor addig kimegyek. Ja, én vagyok az illusztráció a bemutatáshoz. Te vagy a nézőknek szerintem Lajos, a rádiós Lajos. Igen, igen, könnyebben kúsztam be a hálószobába. Oda is, asszonyok hálószobába. Mi minden voltunk, igen. Ez a rádió, de egyébként tényleg, ha visszanézünk, mondom a nézőknek, író, énekes, gitáros, főszerkesztő zenei vonalon. Bizonyám. Hát évtizedekig minden. Műsorvezető voltam ilyen fellépéseken, tehát turnékra jártam, vezettem műsorokat. Érdekes, hogy nem lettél énekes, gitáros például, mert lehettél volna. Mert sok őszinte barátom van azért. És ez igaz? Hát tulajdonképpen a következő van, amikor a Hungarotonhoz behívtak, hogy lehetnék én ott főszerkesztő, és megkérdeztem a barátaimat, hogy elvállaljam-e. És ők mondták, igen, hogy na igen, Lajos, igen, persze! És mit mondott nekem Bors Jenő, a vállalat igazgatója, hogy hallom, hogy jársz gitározni az országba. Mondom, és akkor az tilos? Azt mondja, nem, magadtól fogod abba hagyni. És ez történt, hogy a press, az LGT együttes előtt léptem fel, mint gitáros, ott feltrengtem a színpadon, és a színpad szélén állt két-három ember, így az állókat feltették a színpad szélére, és azt mondja az egyik bámészkodó egy méterre az arcomtól, hogy na, főszerkesztő úr, ez egy kicsit más szakma, és akkor értettem. Vetted a lapot? Vettem a lapot, mondjuk a gitár ott van kéznél. Mindig? Most főleg, hogy a kóma elvitte a gitártudásomat, hát de a kezemben megvan. Most a nézők nem tudják, de majd akkor mindent elmondunk, mert ez igaz. Megfecsekjük el, igen. Amit most mondtál, azt mondtad, hogy a kóma elvitte a gitár tudásodat, ez igaz. Ezt is mindjárt elmondjuk. De akkor most tényleg az előző kört még egy kicsit úgy egybefogom, ha lehet, fogja, hogy akkor... Tehát te énekes, gitáros, igaziból is voltál, egy befutott énekes, gitáros voltál, 1972, Lajos, a színpadon Ki mit tud. Azt mondtad már, hogy az a csütörtöki Ki mit tud volt, amit megnyertél, de megnyerted. Ez ott az értelmiségi Ki mit tud. Hát, de tényleg egyébként. Hogyha fú a szembeszél. Okos ember nem beszél. Ezt daloltad és daloltattad az emberekkel. És énekelték. Igen, megtették. És az egész egy véletlennek köszönhető. És az is humoros volt már ott, mert igazából nem egy komoly dalt adtál elő, hanem megnevettetted a közönséget. Meg a nézőket. Üzenet volt benne azért, hogy hülyeségeket énekeltek emberek. Én is énekeltetek veletek hülyeséget. És te is énekelsz butaságokat egyébként? Persze, és bőven. És követed mások butaságát véletlenül néha? Többnyire nekem megvan az én kis saját akváriumom. Na jó. Én rájöttem arra, hogy a klasszikus gitár szintjét nem tudom elérni, mégpedig azért, mert a klasszikus gitárosok azt csinálják, hogy két kezük van, a jobbal pengetnek, a ballal lefognak, tehát már kétféle dolgot csinálnak. A zongorában is így van, de ez mind a kettő billentyű, ez pedig más típusú dolog, és két-három-négy szólamú műveket tudnak játszani. Azzal a két kézen, na, azt én nem tudtam megtanulni. Nem is akartad? Lehet, hogy de, nem akartad. De, mert beledöglöttem, hogy megcsináljam. Tanítónénihez is jártam, Mária nénihez. Aztán mondta, hogy most már mindent tudok, menjek a fennébe. Elegelett lehet, hogy most már. Kicsit. Na jó, hát ez történt, utána tényleg ezekről már meséltél egyébként korábban, hogy utána én igazi zenei szerkesztő, főszerkesztő lettél, bementél a nagy kiadóba, és te lettél az összes jó barátnak a jó barátja igaziból. És az nem működött. Hogy? Hát én úgy éreztem, mert tájékozatlan voltam. Ja. Én úgy éreztem, hogy Dinnyis József például
tömegeket vonz. Uh-huh. Aztán utána néztem. És a Dinnyés József egy értelmiségi réteget vonzott, csak rá kellett, hogy jöjjek, hogy az értelmiségi az olyan, mint a pára az alma héján. A kemény maga az ott van belül, és a nagy közönséget az Árai Vámosi kettős érte el. De mondjuk nem baj ez, meg amúgy a pára is összegyűlik az alma héján, és csepp lesz belőle, igen. És így lesz értékesebb, hát igazad. És a sok cseppből gyönyörű. Pedig áll a tenger. Gyönyörű. Na de akkor most ezeket mind félreteszem, mert azt mondtad, mit is mondtál az elején, hogy a kóma, mit csinált a elvitte. Kóma? Elvitt, mit vitte? A gitártudásomat. Ja, elvitte? Elvitte. Elvitte a kóma. Tudtam, hogy ez itt egy gitár. Tudtam, hogy ezzel én itt régen tudtam zenélni. És most? Meghallgattam egy magnófelvételt, egy 29 perces műsoromat a rádió felvette 1514 előtt. Csodálkoztál, hogy ezt te csináltad. És azt mondtam, hogy ezt a tehetséget. És akkor odaadták, jöttek barátok, akik behangolták a gitáromat, és elkezdtem pengetni, és minthogyha gipszbe rakták volna a kezembe. De van ilyen, de ez csodálatos amúgy, mert én azt is el tudom képzelni, hogy egyik pillanatról a másikra megtörténik az, hogy és aztán hirtelen magad sem tudod, hogy megint tudsz. Vagy hegedülni kezdek, vagy trombitálni. De egyébként viccelünk, de megeshet. Megeshet. Nem kell odafigyelni, ez a fontos. Ne figyelj amúgy, oda. De amúgy ez igaz. Tehát, hogy tényleg igen. Így lehet valahogy, hogy önfeledten, vagy önkívületi. Kipróbáltam. Vagy a napokban próbáltam ki. A következő, állok a tükör előtt. Nézem magamat. Akarok egy ismert dallamot, hogyha fú, a szembeszél, akarom játszani. És nem megy. És akkor a szomszédházban kinyitják az ablakot, és valamit kiüvölt valaki. És így elnéztem, és mire visszanéztem, már a kezem játszotta a kísérletet. Na. Hoppá! De amúgy ez valahogy tényleg így tud megtörténni, ez igen. A csoda. Én nem hazudok, én improvizálok. Na, de akkor most mondjuk el a nézőknek, elmondjuk, hogy mi történt. 5 hétig kómában voltam. De ez már szinte uncsi, már mindenkinek mondom, hogy kómában voltam, és mondták az unokáim, hogy uncsi. Ezt már tudjuk. Ezt már tudjuk, talán de mikor volt ez? Mi van most? Tudod? 2002 van. Hogy ment? 2012, 2020. Ráközelítettem 2020. 2020 és 2017 vége felé, 2018 elején. Arra én emlékszem, hogy tolnak be a műtőbe egy ágyal, és még viccelődtem is ottan a szembejövőkkel. És ijedelmedben viccelődsz ilyenkor, vagy saját magad megnyugtatásra? Szerintem a pánik, igen, lehet, hogy a pánik. És tolnak be, de ott egy hirtelen helyzet adódott, hogy mondjuk, nem tudom, szívrohamot kaptál, vagy valami? Azt mondták, nem. Az történt, hogy egy olyan fél éves vizsgálatsorozat kikutatta az összes potenciális betegségemet és bajomat. Potenciális? Az urológia. Igen, igen. Annyi szerencsém volt az fantasztikus, hogy mi csináltunk egy rádió műsort az érsebészetről, egy élő műsort, ahova egy új műszert teszteltünk, meg lehetett csinálni a szívünknek a komputeres háromdimenziós modelljét, és így lehetett forgatni a monitoron. Tehát lehetett szórakozni ezzel. Hát megőrültek a hallgatók, hogy a borosék a szívüket adják. És a két kollégám makkegészséges lett a vizsgálatok alapján, Boga János, Bocskor Gábor, nekem pedig azt mondta Merkeli professzor, hogy adok egy dátumot katéterezésre, visszahívjuk. De szerencse tulajdonképpen. Ez akkor baromi szállt szerencse. Az égiek is küldték ezt a jelet, hogy menjetek oda, csináljátok a műsort, te fogadtad a jelzést, elmentél a... Igen, és nem ritkán hiszem el magamnak ezeket a jelzéseket, de itt most azt mondtam, hogy köszönöm. Bárki intézte, köszönöm. De akkor tulajdonképpen akkor ugrálhatunk is egyébként az időben, én beleteszek ilyen kis gondolatpontokat, hogy egyszer át csak tudok csatlakozni. Egyszer igen. Csak az időben betettek egy berendezést oda bent. Most is bent van, ugye? Bent van. Bent annyira rendes, nem hallom, hogy mit csinál. Bent van néha, ezekben még néha elemet kell cserélni 10 évente, vagy 5 évente, vagy nem tudom.
Azt mondják, hogy amíg én élek, addig már nem kell csinálni. Akkor ezek már olyan jó kis akkumulátoros. Ebben van egy ígéret is. Jó. Hát nem, akkor biztosan fejlesztették az akkumulátorokat. Igen, egyébként hát van egy professzor, akit úgy hívnak, hogy Eke doktor, akivel mindig ünnepélyesen kezet rázunk, amikor megyek hozzá pacemaker ellenőrzésre. Azt mondja Eke doktor, hogy jöjjön utánam, és akkor rohanok utána, és akkor bevágodunk egy kis szobába, és akkor bekapcsol szerkezeteket, és akkor azt mondja, hogy na, akkor mutassa a pacemaker igazolványát. Mondom, milyen igazolvány? Ez egy pacemaker igazolvány. Mondom, hát az otthon van. Hol? Mondom, a konyhaasztalon. Miért? Gondoltam, nem kell. Boros úr! Leüvöltötte a fejemet. Mit csináljak magával? Rögtön a pulzus szám, és közben lép a pacemaker. És tényleg nem néztem a monitor. Azt mondja, mit csináljak magával? Itt van három vevőkészülék. Most próbálgassuk végig, hogy melyik a maga készüléke. Eke úr, mondom, nekem hát, pacemakerem van. Igen, ne tessék velem kiabálni. Megáll a pacemaker. Azt mondja, na jó, egyet kipróbálhat. Tippelhet egyet. És akkor azt mondtam, hogy a középső. És eltaláltad, ugye? Megjegyzem most itt azt is, hogy még a műsor elején mondtam, de talán nem is tudom, hogy mondtam, 5-7 nem lét. Igen. Ez. Nemrég volt egy ested, humor est, stand-up est, és még mondtál olyat a beszélgetésben, hogy a stand-up, az nem is tudom, hogy nem áll közel hozzád, stand-up est volt nemrég, 5-7 nem lét, ez volt a címe, ez volt. Az egész kórházi létem alatt én a Duma Színházzal kapcsolatban voltam, mert mielőtt bementem a kórházba, a Litkai Gergőtől kérdeztem, hogy te én tudod, hogy hogy látom a világot, mi dolgoztunk együtt, ők gegmenek voltak a rádióban nálunk, és tudod, hogy hogy állok a világhoz, én, ha ott vagyok a kórházban, én lehetek a ti megfigyelőtök, vagy valami annak idején. És mondták, hogy milyen jó, és közben lehet, hogy meg is műtenek. Hát mondom, akár. Aztán, micsoda marketing! És hát annyira megragadta őket, Németh Balázsral egyetemben, mert ők ketten dolgoznak ott, hogy képzeld el, hogy mindig, amikor kórházat váltottam, vagy valami történt, amit a sajtó bulvár előhozott, akkor mindig bejelentkeztek, hogy ők még számítanak rám. És ez nekem nagyon adott egy elhivatottság tudatot. Szóval feküdtem az ágyba, és ahelyett, hogy azon gondolkoztam volna a kórházba, hogy úristen, meg fogok halni, jaj, most mi legy, végrendelkezek, mit tudom én. Nem, hanem azt mondom, hogy milyenre vegyem a figurát. És ugyanakkor pedig ezt így át is lehet egymásnak adogatni, ezt Igen. a fajta dolgot. Már úgy értem, hogy ők is szerintem vagy önkéntelenül, vagy az sem baj, ha tudatosan csinálták ezt, hogy most akkor Lajosnak szólunk, hogy jó, ha tud róla, hogy neki még azért van feladata, beszélünk vele, hogy ő is tudjon róla, hogy nem ártana életben maradni még, akkor te tudtál róla, van feladat életben maradni. Van egy érvem, ami miatt érdemes érni. Pontosan, de egyébként nem vicc, és lehet, hogy te az Nagyon életben jó. te is adtál neki már. Neki köszönhetem az életem. Azért mondom, és egyébként lehet, Igen. Konkrétan is lehet, hogy te is adtál már másoknak az évtizedek alatt az ugyanilyeneket, biztos. Hogy egy-egy barát, amikor bent volt a kórházban és a halálán volt, akkor mondtad neki, hogy jó, valamit mondtál. Igen. És amiatt ő még mai napig él. És te is így. Igen, és egy kicsit egy figyelemelterelés is. Mert abban a pillanatban, hogy naponta 96-szor elmondod magadnak, hogy ja Istenem, milyen van, már nem sokáig bírom, jaj, viszket a torkom. Jaj, keresem a tüneteket, egy dolog szól ellene, ha valamit érzel, amit nem tudsz leírni az orvosnak, a szakembernek, akkor nagy bajban vagy. Hogy érted? Szerintem nagyon sokan hallnak meg azért, mert nem tudják elmondani, hogy mit éreznek. Tényleg? Igen. És hogy? Mert akkor lehet, hogy tényleg van egy ilyen kulcs, hogy? De te nem viccből mondtad, hanem... Én nem viccből mondtam. És te el tudtad mondani? Én nekem most nem olyan nagyon rég volt egy ilyen jelenség, hogy olyan bugyogást éreztem a torkomban. És gondolkodtam, hogy szóljak-e a doktornőnek, vagy ne szóljak. És
egy napig morfondíroztam. Nem tudtam már aludni a bugyogástól, mert ilyen hangja is volt, de csak én hallottam. Képzeld el, hanyat. Nem horkoltál. Nem horkolás volt, hanem ez olyan nagyon pici kis buborékok mozdultak. És akkor a monastori doktornőnek mondtam, hogy jó az, hogyha én itten buborékok rohangálnak. És akkor jött egy ultrahangvizsgálat, nem sokkal rá, és azt mondta, hogy de jó, hogy szólt. Tüdővizenyő. Az el is szokta vinni az embereket. Igen. Igen. És a lényege az egésznek az az, hogy nem jól zár egy szívbillentyű, és ettől aztán ilyen túlfolyása lesz, mint az autóban valami hengerbe, és akkor azt nem csapolják le valamilyen módszerrel, akkor veszélybe kerülhet az ember. Egyébként tényleg, talán akkor ezt is tanulság. Meg is dicsért aztán a doktornő. Meg jó, hogy el is mondtad ezt most. Igen. Itt, mert ez talán tényleg egy tanulság is lehet, hogy minél jobb a kommunikáció. Pontosan. Hát, mert olyan tényleg, mint mondtad az autó hasonlatot, ott is, ha a motor beszélhetne, és elmondaná, hogy itt még egy szelepet ki kellene egy kicsit tisztítani, meg azt a csövet nem ártana. Igen, már kicsit. Igen, meg a múltkor hallom, volt egy ilyenem, és akkor nem figyeltem rá, igen. És akkor itt fölmerül egy olyan kérdés, ami a fejünk fölött lebeg, és adekvát helyzet alakul ki, hogy megszületik egy ember ilyen és ilyen szülők gyermekeként, és ha nincs szerencséje, és nem kapja meg azt a szókincset, azt az kifejezésmódot, és azt azt az elhivatottságot, hogy igenis meg kell mondanom, hogy mit érzek. Nem szerénynek lenni, nem szemérmesnek lenni. És én most biztatom a betegeket, nem fognak ezért az orvosok szeretni. Tülekedjetek, tolakodjatok a panaszaitokkal. Igenis, kiabáljátok tele a rendelőt, és mondjátok el, hogy valami nem stimmel. Nem lehet szerénységbe belehalni. Minél pontosabban megmondani, az talán egy cél. És az orvosnak meg az a iszonyatos nehéz feladata, hogy a hidat képezze az saját tudása és a beteg között. Tehát tolmács is egyben az orvos. Igen, mondjuk ebben én már egyébként sokszor belegondoltam, hogy az orvosnak sokszor valamit mondani kell. De hát ő is egy ember, és szerintem sokszor van olyan helyzetben, hogy fogalma sincs, hogy mi lehet. És ez nagyon kínos jelenet, amiben most belejutunk. És neki valamit mondani kell, és akkor még el is várják tőle, és hogy mondja meg. És akkor megkérdezi tőlem valaki, ne haragudj, aki ilyen helyzetbe került, hogy a doktor úr, mintha nem figyelne rám, akkor most mondjam neki azt, hogy hagyj beszéljek mással is? Vagy mi? Bár én azt fedeztem fel a Szent Ferenc kórházban például, hogy nagyon szervezetten konzultálnak. Ja. Tehát ő tudja, hogy az Andrássy professzor az ennek a vizenyőnek a szakértője. Uh-huh. Hallgassa már meg a Boros urat, az Andrássy professzor. Na Boros, Lali király, mondja nekem Andrássy professzor. Egyből tudtam, hogy ismer. Egyébként meghallgatta. Lehet, hogy mert ők egymás között biztos tanácskoznak, a több orvos, és olyan van, hogy a több orvos és a beteg, igen, az érintett. Van olyan? Van? Igen. Volt ilyen, hogy ott vagy te, az érintett, és én az orvosok? Én csináltam egyet. Képzeld, én szerveztem egy körtelefonnal egy konzíliumot. Képzeld, csak akkor vettem észre, amikor már a vége fele tartottunk, a fogorvosomat, az urológusomat és a szívgyógyászomat összekapcsoltam. Jó, de összességében látod, itt vagy. És akkor... Igen, de iszonyatos szerencsém van. Iszonyatos. Visszaugrok a kiinduló pontra, 5 hét, nem lép. Stand-up. Est lesz megint, nem? Igen, 28-án. De melyik hónapban? Ebben, februárban. Február 28. És most tanulom, amit fél évig írtam. Azt elfelejtettem. Most a saját elfelejtettem, és most újra tanulom a saját szövegemet, és küldöm el néha magamat a saját anyukámba, hogy lehet valaki, hogy fogalmazhat valaki ilyen körmönfonttan, megjegyezhetetlen körmondatokat, meg ilyen szókitalációkat teszek bele. Most ott tartok, hogy egyfolytában húzom a szöveget, meg kollégákat kérek meg segítségre, hogy megjegyezhető szöveget tudjak mondani. Mert nem vicc volt ez is, hogy újra tanultál, egy csomó mindent újra tanultál.
Igen. Még a menést is. A járáskelés, menés, igen. Gondolkodást. Én egy dolgot szerettem meg nagyon, az alvás, de komolyan. Bármikor, bárhol ilyen 30 perceket tudok aludni, és állati frissen ébredek. Hát pedig 5 hétig olyan mélyen aludtál. Nem én voltam az áldozat. Az áldozat ott a nagycsalád volt, a gyerekeim, az unokáim, akik folyamatosan abban a dilemmában voltak, hogy meddig. Uh-huh. Meddig. Nem tudták. Nem tudták. Nem. Senki nem tudta valójában. Széttárt karokat láttam volna, ha felébredek hamarra. És aztán egyszer csak felébredtél. Úgy ébredtem fel, hogy azt mondtam magamnak, hogy na Lajos, most felébredünk. De tényleg? És kinyílt a szemem. Emlékszel? Van egy ilyen? Erre az egyre emlékszem. Tényleg? Erre az egyre. Azta. Na Lajos, most felébredünk. És a család két pártra oszlott, a kételkedőkre, hogy én visszajövök-e, meg hát az én feleségem, gyerekeim, unokáim eszükben nem jutott, hogy kételkedjenek abba, hogy én innen visszajövök. Tulajdonképpen, amikor alszunk, ott is egyszer csak felébredünk, az is, mint egy álom, egyszer igen. csak felébredünk. De ébredjünk valaki fel. Most is alszik, igen. és aztán egyszer csak felébred. Legyen úgy. Egyszer csak felébredünk. Örülök és köszönöm. Én is. Találkozzunk legközelebb is. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Star Portré. A forgatási helyszínt a Tropikárium rendezvényterem biztosította. Együttműködő partnerünk a Klum Paprika Holland lakberendezési bolt, ÉRT. Minden, amitől lakása otthonná válik. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. A műsor korábbi adásait a starportré.hu oldalon is megnézheti. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.